Szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Hát Keeper jelentkezik innen a Farming Simulator 19 csodálatos világából, amiben, hát már kockásra ültem a seggem, megmondom őszintén, mert itt nekiálltam ugye összeszántani a területeket, ekkora géppel meg a legnagyobb ekével is, hát nem tudjátok elképzelni, hogy ez meddig tartott. Nagyon sokáig, ugye összeszántottam azt a részt, azt a sarkot, amit megjelöltük, ezt is itt szántom folyamatosan, ezt a részt, ott is, amott is, úgyhogy ilyenkor jövök rá, hogy mekkora böszme nagy földek ezek, már mint tényleg mindig olyan kicsinek tűnnek, de amikor a legnagyobb traktorra, a föld legnagyobb traktorával, egy ilyen barom nagy ekével, szó szerint aurákig tart leszántani ezt a kicsi terület, kicsinek látszó területet, akkor így rájövök, hogy lehet, hogy aztán mégsem annyira kicsi. Na, gyerekek, de most már gondoltam, kapcsolódjatok be itt a kényszenvedésbe, hogy ne csak a Keeper szenvedjen, mint a Pilátus macskája, hanem ti is itten izéljétek, vegyétek fel a fonalat. Vegyétek fel a fonalat, egy kicsit legalább ti is szenvedgessetek. Nem volt egyszerű, ráadásul ugye fákat ki kellett vagdolnom, meg még ráadásul néha olyan furán van megcsinálva a terep, hogy az eke nem érte el, az eke vas nem érte el. Mármint ilyen, voltak ilyen huppolagok. A huppolagok az ilyen közérthető szó? Huppancsok. Ilyen hupolagos volt a föld, tudjátok-e? Aztán arról nem lehetett akkor ezért. Nem érte ezek, ott is nézzétek, elhúztam, aztán ilyeneket hagyott. Csomó helyen volt ilyen, és akkor az van, hogy megpróbálod innen húzni, onnan húzni, amonnan, és igazából amire átfordulsz a gépbe, addig eltelik 3 perc, mi onnan se húzz el, akkor megint átfordulsz, megint fölveszed, megint átfordulsz, aztán itt el lehet venni vele itt órákig. Meg egyébként nézzétek, ott a pálmafák benne vannak, ugye az engine nem annyira frissül még. Amikor kilépnék, belépnék, akkor már ugye jobb lenne. De egyébként ez a föld, ez egy nagyon brutális méretű lett, úgy érzem. Hát nagyon remélem, hogy nem fog belekeveredni semmi, mármint így a kombány, meg a vetőgép, meg ilyesmi. Nem sokára ki fog derülni, mert instant nekiállok ám vetni, gyerekek. Annyira bele sukódtam itt ebbe a szántás, vagy azt sem tudom, mit akarok csinálni. Leültem ide ilyen nagyon nagy hatalmas reményekkel, hogy megváltom itt a világot, aztán rájöttem, hogy itt, amikor egy órán keresztül itt húzom ezt az ekét, hogy azért annyira nem kell elkapkodni a dolgokat. Aztán közben is felejtettem, hogy mit akartam csinálni, de hát majd mindjárt rájövünk, gyerekek. Látjátok, ilyen kevés Santosi van, aztán nézzetek, milyen sokáig tart. Beszalás nyilván. Hát ott az a sarok, az is rettenetes volt, meg itt igazából ezt lefefúzkodni, mert ilyen nagyon hosszú, látjátok, hogy... Hát nem volt az olyan kapkodós fajta dolog. Ja, ízét kellene, ugye aranyat kellene behordani, de én... Ja, meg azt gondolom, fú, de csomó mindenkor gondolkoztam. Az a lényeg, hogy most már egy kicsit ilyen pénzt kellene termelni, úgyhogy megint egy szójababot elvetünk, de most már le kéne permetezni majd, jó, olyan gyerekek. Úgyhogy trágyázás permetezés. Megnézzük, hogy ekkora földön, ennél nagyobb földet itt igazából annyira nem nagyon lehet összehozni, mert ugye akkor majd ilyen különböző problémák lépnek fel, például ugye ilyen vasúti sim, meg ilyeneket kell feszednem hozzá, ami annyira nem olyan egyszerű, meg ugye ki kell írtanom egy komplett erdőt, szóval ennél nagyobbat így kapásból nem tudunk létrehozni, úgyhogy meg kellene nézni, hogyha ezt televetem szójával, tökéletesen meg van trágyázva, le van pérmetezve, akkor úgy mennyi, mekkora hatalmas hozamot tudok ebből kihozni, jó? Erre, igazából erre akarok ráfeküdni, megnézzük, kipróbáljuk, igen, tudjátok, van az a izé, amikor a milyen gyerek, a dadogó gyerek megy a izébe a boltba, de éppen zárásra ér oda, éppen zárja be a boltos az ajtót, és ő meg, a gyerek az meg hipót akar venni, és akkor meglátja a boltost, hogy zárja be az ajtót, mondja neki a gyerek, hogy hip, boltos elfordítja a kulcsot, ránéz, hurrá! hip, meg van az a jövő is, tudjátok, amikor elküldik a dadogó gyereket, aztán beszédhibás gyereket, a két kifliért, tudjátok, és akkor oda megy a pulthoz, aztán mondja az eladó csajnak, hogy ke, és így megunja 3 zsemlét. 3 zsemlét. Jaj, na jó, van, oké.
Várjátok, te kell! Na húzzad már! Most ezt húzom az a két! Én azt hittem felemeltem, de úgy látom, hogy nem. Akkor emeljük fel azt a lehet, hogy nincsen 40-ek a fejben a földben, akkor könnyebben megfordulok. Nem gyerekek, nem csavarom meg az egész bolygót szerintem, hogy a föld most így letért a izére, a tengelyéről, aztán nem ugyanott lesznek a napi egyenlőség. Sphinxet át kell építeni a Keops piramis gyerekek. Nem jó van. Tájolva, mert a Keeper a föld másik végén, Kolumbiába leengedett tekébe fordult a Big Bud-dal, az meg elrántotta a föld tengelyét egy kicsit, elfordította, úgyhogy tényleg nem nagyon stimmelnek ezután a dolgok, az összes ókori civilizáció építette a napi egyenlőségnek megfelelően a különböző épületeit, hogy pont úgy jöjjön ki, erre még a hülye Keeper a Big Bud-dal egy eközben Kolumbiába. Így lehetne, így tudjátok. Építik a maják, a izéket, a piramisokat, az egyiptomiak szépen betájolják, hogy minden frankó legyen éjszaknak, minden napi egyenlőségnek megfelel, mindent beállítanak. Erre hülye gyerek a Big Bud-dal ecsavarja a földet, mert leengedettekével. Ezt így mindenki egy kicsit, tudjátok, mint amikor kirántod az ember alól a szőnyeget, egy kicsit így megbillent, hogy jó, mi volt ez? Mi történt? Nem tudjuk. Így ilyen nagy cunamik lesznek a föld különböző pontjain. Hülye traktoros meg észre se veszi, hogy jó, what? Mi történt? Jaj, ne, ott az öld ott maradt, de szerintem az egyébként el van szánva, csak ilyen textúrát magyarázzad meg képen, mi? Gyerekek, végeztük, hát megőrülök. Na, itt ezt lekére ezt a kettő fűcsobot csapatni, mert azért már itt el hogyan néz ki? Tudod? Figyelj, fogadjunk, nem éri el, azt hittem, hallod? Egyébként ez a szántás apám, ezt az ekét, ezt izélem, fölgyújtanám, hogy a fából enne. Mert már tököm elsőre egyébként ettől a szántástól, többet ne szántsunk már, érted itt ezen a területen, mert tényleg már kezdek idejönni. Agyhúgy követ kapt, és megint ott elmegy mellette, megőrülök. Jó, de jó, sikerült a projekt. Na! Akkor az egészet el kéne vetni, jó? Megtöltjük a vetőt, azt nekiindítjuk a földnek a dolgozót, amire végez apám, arra izél, a nyugdíjba vonul. Ilyen cserélni kell az embereket. 8 óránként váltják egymást a Big Bud-ba. Hát figyeljetek, ha már... De látjátok, hogy távolban, ott távolságon kívül a földek egy kicsit izéljön furcsák. Na, mi a szituáció itt egyébként? Termelődik a szar, mi? Ja, a vízünk még mindig nincsen. De miért nincs? Mert Keeper elgondolkodott. elgondolkodott. Na, ezt vigyük innen a francba. Miért 25-tel megyünk? Na, azért mondom. De ugye nem húzom. Azt hittem, bazza, húzom végig. Mondom, hogy az leengedett tekéveit végigjöttünk. Na, az ugye akkor szép mutatvány lett volna. Meg zúzzák a kukoricát olyan hangon. Jó, ezt ide Keeper ide lepettinti. Meg a mindenit is, az eszközt is. Mi ez? Nem tudom, hogy hívják? Azt is. Jó, van akkor vetőre ugorjunk rá. Meg se látom azt a kicsi vetőt itt. Ott van a benn. Jó, gyerekek. Hát dolgozni kéne valamit. Egyébként dolgoztam, én már itt egy órán keresztül csaptam neki a izét. A melót. Szóval annyira én nem voltam megvanászodva, mint ti. Ti már arra érkeztetek, hogy a képbe lefáradt. Ja. A vízvezeték megy, ó, várjátok, nézzük meg ezeket az állatokat, hogy nagyon jól érzik-e magukat, nem? Oda néz, 99%. Figyelj, nem kell itt nekik mindenféle, hogy egyszer néztem egy videót, valaki így, egy magyar srác volt, nem tudom ki, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani. Magyar csákó volt, ezt azt csinálta, hogy úgy értelmezte ezeket a százalékokat, hogy minden háromból be kell vinni. Tehát, hogy 100, meg 75, meg 25, az 200%, 200%-os hozamba nyomják a ízeik a tehenek, még a szemükön is a tej folyik, hogyha beadod nekik mindent. Nem, ez nem úgy működik. 100% fölé biztos, hogy nem fog menni. Hát ez olyan, érted? Jaj, ezt elmesélem, egyik munkatársam mondta egyszer, hogy örököltem földet. De az a baj, hogy 4/3 csak az enyém. Mondom, az jó, mi az? 4/3 csak az enyém. Mondom, hát az durva, öcsém. Még a szomszédét is lerögölted akkor. Matekból ott volt a toppon. Na, jó van, de nem beszélek hülyeségeket annyira. Csöpöcse. Na, azt akartam mondani egyébként, hogy igen. Ja, valaki úgy értelmezte, egy magyar videós volt. Nem tudom ki. Tényleg nem akarok baromságot mondani.
De azon nagyon nevettem, mert ő úgy gondolta, hogy be kell hordani a füvet is, meg be kell hordani a nem tudom mit szénát is, meg be kell hordani a TTK-t is. Aztán lehet, hogy én tévedek, lehet, hogy 200%-on menné nekem a orkák. De hát olyan nincs, hogy gyerekek, ne viccelje a képen, azt tudja itt, hogy hogyan van, hát ne mondjad. Na, egyébként mondtátok, hogy itt csináljak olyat, hogy így megrajzolom itt körbe, azt akkor tudom, hogy mi a szituáció, várjál. Ó, hát ezt most eltaláltam, jól van. Meg egy csomó ötletet írtatok, mindjárt kitérünk rá, de úgyis se felejtem. Azt, hogy a felszerő kocsit nézzem meg, hogy nem-e tud felszedni. Hamster nem-e tud felszedni. Mindjárt megmondom, hogy mit. Hol a francba vagyunk? Hol a francba vagyunk? Hol van az a felszerő? Hol van a felszedő kocsi? Na, rakodókocsi. De ez, igen. Írta valaki, hogy nézzem már meg, hogy nem tudja felszedni a izét a hamsterre, nem tudom felszedni a bányába a salakanyagot. Mondjuk az egy elég durva lenne, én úgy érzem, hogy ez nem biztos, hogy reális lenne, hogy a hamsterre felszedném a izét, a bauxitot. Ja, de igen, igen, emiatt nem tudom felszedni, mert ez az tök jó lenne. Meg egyébként többen írtátok, a puzi Pitya résznek adnak, válaszoltam is, meg egy nézőm izébe is írta, privátba is, hogy miért nem alulra raktam a szállítószalagot, mert akkor nem ásod volna ilyen lyukat. Szándékosan raktam fölülre, mert ugye, hogyha fogy, akkor így, ha fölül van, akkor egyre lejjebb megy a szállítószalag felszerő része. De ugye, hogyha odaállítom a mellé, akkor meg ugye, ha elfogy onnan mellőle, akkor ugye mindig odébb kell járni, állandóan odébb kéne járni a szállítószalaggal, és azért inkább úgy csináltam meg, hogy magasan legyen. Magasan legyen, és akkor ahogy fogy, az mindig egyre lejjebb megy. Én úgy gondolom, mert egyszer én csináltam, én még ilyen homokot szállítottunk, lehet emlékeztek, ilyen szállítószalag level 1 millió, vagy valami ilyesmit csináltunk. Az a lényeg, homokot szállítottunk szállítószalaggal, ilyen nagyon millió szállítószalaggal, és ott az volt a probléma, hogy nem lehetett úgy normálisan szállítószalagozni, mert mindig ott kell lennie, érted, ott előtte. És akkor mindig odaébb kell járatnod a szállítószalagot, és ott is úgy csináltuk meg, hogy ott nem lehetett rárakni, hanem ott úgy csináltuk meg, hogy átrakókocsiba öntöztem bele a homokont, az nyomta ki, és az nyomta a szállítószalagba. Úgy nem jó egyébként, hogyha mellé rakod annyira. Hát jó, mert csak mindig odaébb kell állni, de így meg nem kell odaébb állni, hanem kiássa, odébb rakod, kiássa, odébb rakod, kiássa, de viszont egy csomót ugye akkor fel tudsz szedni. Na, gyerekek, hát nőtt egy kicsit a terület, amire ez megint elér a másik végére, arra tényleg lemegy a nap. Ez most nem azért, de ez egyszerűen brutális ez a föld. Ez durva. És itt én ezt nagyon szívesen megcsinálom, hogy ott ezt kierdészkedném az egész a gyerekek. Veszünk egy pont skorpiót, az a baj, hogy ezeket nem tudunk mit csinálni, hogy dekorfákkal tudod, azt maximum ki tudom durrantani onnan. Azt az meg annyira nem annyira jó, de legszívesebben menne a levesbe az egész, ne viccelj. Na, elindítom, hát szerintem egyébként ez, jaj, mekkora ez a föld. Mekkora ez a föld, gyerekek? Mekkora? És még itt mögött arra, úristen. Annyi baj lehet, hogy ugye be fog esetleg akadni egy ilyen sarokba, itt elkezd cikázni, de nincs semmi gond azzal se. Hát annyi, hogy odébb fogjuk rakni, aztán tök jó lesz ez szerintem. Jó, a gyerekek, veressenek ki, mint a tudjátok mi. Mit csináltam nem? Ez most, várjál már. Mert kicsit toljam hátra, meg álljuk be. És mehet a gépi munkása, nem tökörül. Jó, oké. Mehet a szójába, és akkor tök jó lesz, hogyha ez az egész szel lesz durranva. Ilyen növekedést, mert akkor belátjuk az egészet, hogy... De hát itt is látni, ekkora bazd. Hallod azért az aranyos, nem? És figyelj, itt ezt még hozzácsapnánk, ezt így, addig. Hát az egy harmadával növelni. Ez nagyon jó lenne, gyerekek. Ezt meg így hozzá kell ütni, miért ne? Gyerekek, mekkora, figyelj, de ez ilyen malacka, figyelj, itt a szeme, itt az orra. Hát ez egy szarvas marha, gyerekek, itt az első lába, hátsó lába. Egyenes hátú fajta. Jó, van, oké, tudom, nem hülyéskedünk annyira. Jó, ez meg csapja neki, jó, nem? Kész. Átnézem a gépeket, hogy hol vannak.
Itt meg, figyeljetek, ezt meg azt kéne csinálniunk. Megnézem, hogy mi van beragva a silóba sok. Hogy fű vagy széna? Mert olyat kéne termelni be. Flesek minden ide, hülye gyerek. A fű az nem is oda ment, ja. Ezzel nincsen kívül nagyon. Jó, hát... jó, van, nincs semmi gond. Szalmát kéne betermelni. Igen, a bunker silóból abban van elég. Akkor figyeljetek, csináljunk szénát, jó? Csinálunk szénát, akkor rendezett szárszórást nem kapcsolom be. Úgyhogy ez meg hadd menjen, kaszálja le még egyszer. Még egyszer átforgatom, aztán még több lesz. Igazán, ez miért nem menjen, érted? Ez, nem jó felfordulsz, testvérem. Ez miért nem menjen? Ez egy jó dolog, hogyha ezt csinálja. Azt hiszem, hogy a rendezett szárszórás ki van kapcsolva. Széles szóráson. Aj. Valamit akartam. Mondtátok, hogy a sodrót azt mögé lehet ennek akasztani. Mondtátok-e? Nem rendsodrót, hanem a forgatót. Úgyhogy azért engem érdekel ez a téma. Ezt hol van? Megpróbáljuk utána akasztani. Tehát mondjuk azzal is utána oda mehettem volna. Kicsit el vagyok gondolkodva egyébként. Ez mi a túros rétes? Ez a forgató vagy a izé? Vagy a rendsodró? Most ezt valahol komolyan nem tudom. Ez a Pöttinger hit. Saját farm, jó? Az, igen. Keeper egy kicsit szórakozott, elnézést tettek eddig érem. Ez meg mi ez a, egyébként ez mi? Ez itt valami... Elfosta magát az egyik gép, aztán kifecsölte az olajat, vagy mi? Arra kíváncsi vagyok, lehet, hogy valami extrém drága dolog, nem? És hol van a izé? Másik. Az ott van-e? Szerintem az a, az a rendsodró, ez meg a forgató, ugye? Jó gondolja a Keeper. Ha ki van nyírva, jobban látom, hanem csak így most ilyen izé. Nem annyira érti így a Keeper. Kíváncsi vagyok, hogy működik-e ez így. Ó, nem mondod, hogy működik? Hát megőrülsz! Keeper! Rájöttél? A nagy szart jöttem ám rá, ti mondtátok. Ez a forgató. Igen. Bemutatom gyerekek nektek. Remélem, hogy működtetni fogja. Ó, a töcsém! Oda nézzé, barátok! Lerakja? Megőrülsz. Gyerekek, hallod? Ott egyszerűen fenomenális. Vigyázz, lábadra teveri. És akkor... Itt nem nagyon forgatta meg, nem? Nem baj, jó vagy. Á, de jó! Imádlak benneteket. Mindig ilyen jó ötleteket adtok, és emiatt puszillak benneteket, komolyan. Na, nézzük meg, nincs-e valami eladható szutykónk. Van egyébként árpám. 69 ezer liter. Van kukoricám 3000 liter. Egyébként azt ott van 9000 liter árpát. Ne adjam el, azon gondolkozok. De szerintem nem. Kicsit ilyen idei, most ilyen TSL-nek is átmentünk. Azt meg ott jön vissza, figyeld. Te messze vagyunk, hallod? Oda nézzél. Szépen fordult a végén, nem is hagyott el. Oda nézzél? Látod? Nem hagyta el? Szépen tudta fordítani? Tudod, ezért volt jó. Viola Vence nagyon aggódott egyébként, hogy itten lesz gond. Én is aggódtam, megmondom őszintén, Bence. De azért összejött itt a helyzet, úgy látom. Ez miért a kék művel terület? Figyeljetek, elnézkedésben is jó lenne, hogyha még ezt is kidurrantanám. Nekem azt bírnám, hogy még nagyobb földterületem lenne. Most egy ilyen kis megalománba vagyok, érted? Gondolkodik a Keeper itt ebben a területben, hogy ki kéne csekmetőni. Nem? Nem lenne jó? Nem tudom, hogy a pálmafát azt megveszik-e, érted? Vagy nem tudom, hogy ez hogy van. Várjál, veszik a fát, vagy hogy van itten dolog? Nézzük meg, hogy ilyen apríték, fa, ilyesmi, az a milyen helyzet? Hol a fa apríték? Meg se tudom, én rá se jövök már. Ez nem az, ugye? Ez nem az, szerintem, nem? Vagy ez nem az, ugye? Ez nem az, ugye? Tudja, franc már. Hát az lesz az apríték, akkor mi vas lenne? De hol veszik itt a fát például, he? Bord, várjál, itt a bordos, aha. De lehet, hogy ott veszik a fát is. Várjál, menjünk el a bordoshoz, jelöljük meg.
Szerintem itt van nagyon közel. Nem itt van? És nem jelöltettem meg, pedig esküszöm, azt hittem megjelöltettem. Nem jelöltettem meg? Meg van jelölve, az. Aha, arra van. Amára nézek. Aha. Ja, itt veszik a... Aha. Jó. Ott vesznek falfritékot? De itt nekünk van egy üzeg, fűrészmalmunk. Ezt nézzük már meg, hogy mi van itt. Ez mi? Ez például mi ez? Faladása. Akkor itt tudsz eladni rendes fát, én úgy gondolom. Itt is el tudnád adni a fát. De érdekes, hogy nem mutatja, de ezt nem értem. Ja, a fának lehet, hogy nincs izé, nincs ilyen ára, úgymond. És itt mi van? Itt meg föl tudjuk szedni, vagy mi? Itt ezt falpríték. Ez a map, az őrület. Ponózom, fűrészmalom, mit van? Mit vesz a fűrészmalom? Veszi azért ezt. És mit vesz még a fűrészmalom? Semmit? De jó. Semmit nem vesz. Fűrészmalom nem vesz semmit. Hát akkor nem nagyon értem. Hát meg azért tudom eladni szerintem ott a fát. Ugye? Itt el tudod adni a wood chipset, meg a fát tudod eladni. Egyébként a wood chipset azt ugye meg tudod máshogy is oldani, és sokkal egyszerűbben, hogy annyit csinálsz, hogy... veszel olyan gépet, amelyik ugye darálod egyből. Aztán akkor el van. Ezt a területet körülbelül valamit csinálni a gyerekek, nem? Na, nézzük meg ezt. Van azt hiszem lerakható tárgyak? Nem van. Vagy hol van az? Vagy az erdészetinél? Erdészeti felszerelés. Ez mi a szutykos? Ez az ültető. Ez tudom, ez nem... Várja, ez mi? Jármi farönköket szállít. Itt van egy izé. Faforgács, csak ugye ezt pótkocsira tudod rakni. De van ám olyan, azt gondolom akkor a lerakható dolgoknál van. Legalábbis volt, 17-ben még volt. Itt már nagyon nem izoljátok. Egyéb, itt biztos. Itt van ez a jelent. Azon eladásra kerül. Szerintem ez a legkajakabb dolog, nem? Ugye? Ez egy jó dolog, ez a gép. Hát megvennénk, érted, aztán ebbe darál, rakod bele. Ezt Isten áldjon. Úristen, de hát ez nagyon sok. De meg ezt meddig darálod le ezzel? Ez ilyen halál lenne, nem? Itt egy millió évig ezt izére darálnánk. Jaj, gyerek. Hát mennyi pálmafa, meg minden kutya füle van itt. Nem tudom, ez a daráló, ettől félek egyébként. Meg mennyi pénz jönne be belőle? Ez nagyon nagy az a terület. Jó, engedjük el. Lehet, hogy inkább nézzünk majd modot, vagy valami. Mert jó, meg minden, de ez akkora nagy meló. Itt van 100-150 faj, érted? Meg ilyen pálmafák, meg vannak ezek a majom gegyérfa, vagy mi a ristegyila. Azt sem tudom mi ez, meg ilyen csekmetek, érted? Itt kéne egy nagy daráló, amiben szórod bele. Vagy pedig mit tudom én, vagy az a nagy bányagép, azt kanalát megrakni, érted, ilyen fávasztak, adni el úgy, vagy valami ilyen nagyon epik nagy dögbe kéne. Tudjátok, venni egy pónzt, aztán nézni egy skorpiót, aztán így méterbe vágni, aztán kanálba bele, aztán úgy hordani, eladni, is, mint az állat, meg ilyen kisebb fákat egybe. Valami nagyon durva izé kéne, faírtás, gyerekek. Utána nézzünk, hogy nincs-e valami nagyon durva faírtógép, aztán akkor az jó lenne szerintem. Na mi a szitu itt meg? Itt meg már nő a gaz, még ezt sem vetettük be azok. Jövöcsém, az nem mondott, hogy a sínen fordul? Jaj, gyerekek! Életeddel játszasz, testvérem! Hallod? Megfordult a sínen, öcsém, de akkor eddig ez mindig a sínen fordult. Jaj. Hát vége lesz a bulinak így nagyon gyorsan. Ugye?
Hát ez nem lesz egy nagy üzlet. Ó, te fiú, hát ez olyan beszélyes lesz. Na, mi a szitu itt? Az állatokra voltam kíváncsi, hogy azok mit csinálnak. Termelik-e a tejet? Hát ugye nem termelik a tejet nagyon, mert nincs időpörgetés. Viszont akkor rakok nekik kaját, meg töltsük fel teljesen a dolgaikat. És utána akkor ráérünk tökörészni mással. Jó, gyerekek? Úgyis kaszálunk. Végzett? Vagy mit csinál? Hol van a... Jó, a gyerekek, itt figyelni kell mindenre. És nem az olyan, de hova tűnt a kasza? Ha? Gyerekek! Hó! Hát az UFO-k elvitték a kaszát. Hát ne ürítsé meg! Mi a? Hát nem mondod, Dezső! Hát ez mit csináltál te ebben? Hallod? Hát az életben nem jöttem volna rá, hogy hova tűnt. Hát érdekes dolgok történnek. Majd mi történik? Mi folyik így gyöngyösen? Hát mit gondoltál, mit akarsz itt csinálni, Dezső? Te megőrülök. Hova mentél? Hallod, elment odáig. Hát te szépen itt talált egy vonalat, gondolta végig megyek. Az lesz nekem a jó. Ó, te öcsém. Na várja, mit akartam csinálni, mert itt vannak bajok. Figyelni kell dolgokra, úgy látom. Jó, de tényleg húzzuk bele a dolgokba, mert nem megyünk semmire se. Viszont ilyen 50 marhát így ellátni, gyerekek, így ilyen kicsi ízével. Kicsi dologgal. El lehet. Egyébként egy ilyen 5000 marhába azért számolni fogunk. Úgyhogy azt kellene csinálni, hogy rá kellene érezni, hogy mennyi. Mennyi az annyi, hogy mennyit kell. Mennyit kell? Mennyi kaja kell neki, érted? Így rá tudunk érezni, hogy mitől 50 marhának ennyi kajából ugye el vagyunk. Ezt akkor kiderül, hogy mennyi kell amúgy. Ezt beöntözöm, szerintem kipucolom, lehet, hogy be is fogom, sőt, be tudom öntözni bőven az összeset. És akkor újra bekordjuk majd még egy adagot. Mert ugye a időpörgetéskor már termelődni fog tej, és abból is jön pénzünk. Ilyen 8,3 milliónk van, azt beszéltük, 8 millióval nagyon nem akarok menni. Úgyhogy ezután már tényleg legyen egy ilyen határ. Ilyen lélektalja. Érdekes, ott megfordult, itt meg bazzek kigambolt. Még jó, hogy volt ott egy fa. Lement volna, érted, a map széleig. Lement volna a bányába, leugrott volna. Hát ilyet még nem láttam. Mert hát neki abba kellett volna hagyni, hát ő kaszál. Hát mit kaszált? Itt nincs kaszálni való, itt tüzé van. Főni. Na ilyet még nem láttam, hogy a munkás az így gondolja, aztán egy ilyen dolgot így megművel. Érdekes volt, nem srácok, ez eléggé. Most megpróbálom ezt kipucoljam, az teljesen, hogy ne legyen belőle problém. Ne maradjon benne, nem tudom, hogy baj-e, hogyha marad bent, tudod. Mert ez simán bele, lehet valószínűleg be tudom holdani az összeset. Hát ilyen, még van benne egy ilyen 4 kanállal, az meg ilyen 100.000 liter, de meg 500.000 liter belefér, és lesz annyi TTK-nk, mint az állat. Ugye? Figyeld, jön a csávó. Hoppá! Az mi volt? Az mire ugratott fel, gyerekek? Ez meg mi a lószar? Ez meg hogy került ide? Ez hogy került ide ez a kupolc fű? Embermagasságú? 2,5 méter magas fűkupolc, hogy került ide? Gyerekek!
Mi folyik egy gyöngyösör? Kondi kamera van, vagy mi? Az UFO-k támadnak? Hát mi az, felugratott rá a gép, majdnem izék. Megakadt. Hát mi az a nagy kupac valami ott? Gyerekek, hát látjátok, hát nincs vágva a videó. Hát mi történik itt? Hát mi az Isten gyila van itt, gyerekek? Hát miért van az a kupac fű? Figyeljetek, amikor elindult, nem volt ott, meg amikor megérkezett, sem volt ott, hát... Vagy akkor meg már ott volt. Hát hogy került az oda? Az hogy került oda? Mert érted? Hát elindult, akkor még nem volt ott, hiszen indítottuk mi. Hát amire visszaért, arra meg oda került, mert felugratott a tetejére. Hát most meg, hogy mit csinál, azt meg sem merem nézni, gyerekek. Hát Ezső, az megszédült. Ezt esküszöm, el nem tudom képzelni, mivel nem is akarom tudni, hallod? De hogy az a nagy kupac fű, azt valaki magyarázza meg nekem, adjon rá magyarázatot, mert ez hihetetlen. Hát megnézem, mit csinál az a csába, hallod? Hát ezt nem bírom ki. És mi meg? Oda elment. Oda nézi, ide eljött. Mert ő itt érzi jól magát. Hát ez hihetetlen. Ezt komolyan mondom, hihetetlen. Ő úgy gondolta, átjön ide. Érted? Nem is kaszált, ide betolatott. Ó, te fiú, hát azért vannak vajok, ugye? Fönn a toronyba. Érdekes dolgok, na. Az a nagy kupac fű, az hogy került oda? Azt el nem, ezt ne kérdezzétek. Én kérdezlek benneteket, mondjam valaki meg ma. Meg akkor izé... Ez ilyen nagyon durva anomália. Amióta ráakasztottuk ezt a izét, széna forgatót, azóta nem tud mit kezdeni magával. Jön el, mondani, megint mindjárt... Föltűnik egy ilyen kupac széna, vagy szalma. Vagy nem szél, fű, az egy fű, az nem is tudom, hogy egyszer, hogy került az egyedet oda. Gyereke, és most mit csinál? Figyelj, felugrat rá, érted, így felburul félig. Kíváncsi vagyok. Elalszik, ahol várná, vagy mit csinál a gyerek? Na, hát most meg... Na, megkaszálok egy kicsit gondolta, figyeld. Na, elég volt. Elfordulok jobbra, mert arra nekem jobb. Nem, jó, balra fordul. Jó, most én is hirtelen, figyelj, nézed, akkor így izé. Ez olyan, mint a kvantum korreláció, ilyen, amikor látod, akkor történnek meg a dolgok csak, vagy akkor van valóság. Különben nincs. Hát ez hihetetlen. Jó van, gyerekek. Hogy csinálja jó? Az a fűkupac, hogy hogy került oda, azt nem tudom, de az minimum van egy ilyen 20 ezer liter, vagy 30, hát, vagy több. Jó. Nem engedtünk oda semmit, meg nem csináltuk. Azt nem mi raktuk oda. Jó, hát igazából jó, hogy aranyból lenne annyi, hát tudod, meg még jobban örülnék. Mondjuk arra is rá kéne nézni az aranyra. Azt hittem már régen végzett az a velló, sajátod azt ilyen izéket csinál, ilyen bócsájókat. Ide meg szerintem... Így van az a gyerekek. Itt mi ez a ragadós az egérem alatt? Komolyan valami ragar. Ragar itt az egérnél. Azt mondja, hogyha nem tudom letolni az egeret. Jaj, szerintem ide ötöttem a bambit. ide folyt a porra, ide raktam a porra mellé. Ezt izé... Szerintem ide burult a Bambi, gyerekek. Hát az így nagyon örülünk neki. Csávó meg visszajön, még máma vagy valamit csinál. Dolgozik. Megint valamit közlekedik, megint újító szellemű. Megint elmegy valahol, aztán lefekszik aludni. Nem tud elviselni engem, mi? Gyerekek, nem tudom elhúzni az egeremet. Megint mit csinál? Dolgozik? Megint visszatolod, figyeld! Ilyen érdekes izé, gondolja. Megtréfálom itt a gazdát. Toladgatok egyre, viszont tud tolatni gyerekek ezzel az eszközzel, ilyen egyenesen, gyíl egyenesen. Hát, szóval, hogy nem kispályázik a gyerek. Ügyes. Jó, közben meg kipucolom a izét, a bunkersilót. Elrögünk ezen, még mindig nem csinálta meg felét se, úgyhogy nem annyira érdemes szerintem. Szerintem ebbe az izébe keveredik bele egyébként ebbe a
forgatóba, mert amíg nem volt rajta, addig dolgozott a szépen, de gondolta, plusz munkát végzek, akkor izé, megőrülök. Gyerekek, ragad az egerem olyan szinten, nem tudom behúzni, az, na ezért az egész falut húzom vele. Annyira le van tapadva, az asztal meg nehéz, na ha az itt mozog. Izeink az edények a konyhába ugrálnak le a pócru. Csörögnek az edények, azt hiszik földrengés van a faluban. Na mi van már, ne? Menjél már, more? Hát tököljünk. Na, hát te adjál neki, Sanyi. Egyébként jó, az a katapillar tetszik-e? Na, ide jött a gyereke? Mit csinál most? Meg... Azt nem mondd innen, meg visszatolat! Nem mondod, öcsém! Hallod, eljött ide! Visszatolod innen, meg elkezd tolatni vissza megint! Hát nem őrülsz! Hát nem csinált semmit, ide tolatott! Víz tolatva, Y-ba megfordult! Az visszatolat az elejére! Öcsém! Hát egy kicsit nincs megszédő, hallod, ez a munkás! Oda né! Na? Mit gondol ő, mit történik? Figyeld! Meguntam a tolatást, megyek előre is most egyet, ne vicceljetek! Figyeld! Azt a betyár! És nem kaszál! Most elkezdett ott a közepén! Figyeld nekem, itten ne kell kaszálni, szarom le! Szarom le, mit mondanak. Olyan itten kaszálok én. Megindultam, mondani. Jaj, te Isten. Sikerült kifognom a... Üzenet. Jó, hogy nem tudják összetörni a gépet, mert már gépem nem lenne. De ugye gyerekek, itt meg annyi TTK lesz, hogy megőrülsz. De egyébként ez nem kanállak ellene, hogy beordanom, mert attól meg én örülök meg. Figyelj, TTK-t lehet egyébként egy ilyen hamsterba, hiába is akartam volna TTK-t, szerintem erőködtem az előbb. De lehet, hogy kéne egy portkocsi, mert ez kicsit engem zavar, hogy itt van portkocsi, mert ott a zöld. Abban lehet, hogy be tudnám engedni a TTK-t, azt be tudnám önteni. Hát itt van valahol a zöld kamion, ne? Talán az befér alá. A keverő alá gondoltam el. Figyelj, csávó. És ez még mindig, most szerintem megint neki áll visszatolatni. Mert úgy gondolja, hogy én attól leszek boldog. Ilyen mutatványokat csinál. De ezt már föl kéne kapni a végét. A gyöppet az nem, ugye van ott egy kis fű is. Annyi baj legyen. Na, mi van ma? Szedd már fel, bazza, mert megőrülök. Na. Úgy. Oh yeah! Az összes fel van szedve, gyerekek. És megint tolat, és megint figyel, most megint megfordul, most meg eljön erre. Szú, te gyerekek, ezzel hallod? Ez nagyon durva, amit ez művel. Szerintem ez, hogyha hang adnám, itt ilyen öt részen keresztül itt forgolódna, tipródna. Ez gondolta úgy forgatom meg a szélát, hogy nem tudom, ilyen elég bonyolult. Jó, oké, gyerekek. Nem, szerintem megáll, hogy komolyan mondom, már kezdem elveszíteni a hitemet, hogy itt valami történni fog ezzel a csávóval. Na, mi van? Mi van, barátom? Az igen, most egyet gondoltak, kaszál erre egyet. Erre is eljövök egyet. Ott kihagytam azt a részt, csúnya nem szeretem. Ott is kihagytam egy részt, azt is utálom. Menjetek a francba, nem akarok én dolgozni. Ugye? Na, várjatok. Viszont... Kicsit átnézzük a dolgokat. Itt van ő. És ebben van egy kis szója. Jó van, ez nem baj. Úristen, várjál! Mit csinál a izénk? És még mindig vet, és hibátlanul. És még mindig szerencséje van, pont nem jött a izé. Pont nem jött a kamion, vagy a vonat. És képzeljétek, pont akkor... Nem, megállt a vonat ott a... Úgy látom, akkor megáll a vonat. Az jó, mert és képzeljétek, pont akkor jönne a vonat, amikor ez fordul. Akkor meg izé, vissza kellene jönnie, aztán bálni a sorba újra. Arra kíváncsi lennék mondjuk. Á, gyerekek, hát itt szörnyű dolgok történnek. Meg sem, azt nem is... Á, ő meg már megint fordul a föld közepén. Mert... Csak.
Jó, gyerekek, ezt megpróbáljuk megtölteni TTK-val, nem tudom, sikerül-e. Annak tudnék örülni. Hol van a üzem? Ez a föld, ez brutál nagy. Ez nagyon jó. Ez szerintem egyébként, ha levetem, akkor azért lesz itt izé, pénz bőven. Mármint úgy, hogyha le is permetezem, tudod-e? Ezt bevetjük. Egyébként ahhoz képest, hogy milyen kis, hát rendezetlenül, nem ide vettük, rendezetlenül kezdtük ezt az egészet. Nem tök jó ki van épülve itt az egész, nem? Mármint olyan jó sikerült. A kuriának nem sok értelme van, de ott mégsem akarok élni. Ilyen mezőgazdaskoskoskoskoskoskodni. Ödítsd már ki. Jó. Megpróbálunk beállni a keverő alá ezzel. Nem tudom, hogy be fog-e férni, de szerintem be fog, mert ez mint hogyha alacsonyabb lenne, mint az. Látod? Hát nem. De jó lenne beférni alá. De már nem biztos, hogy bele lehet engedni bármit is. Ez nem a legjobb konstrukció, megmondom őszintén is, látszok, hogy itt ez a szívunk. Próbálom egy oldalra valahogy beimádkozni. Ó, jó! Na! Teljes takarmánykeverék indít. Tesó! Na jó van, ide nem fognak ilyen dögleni marhák. Ennyi volt az összes 52.000 liter. Vagy pedig megállt. De... lehet, hogy megállt. Ja, lehet, hogy izé nincs benne szalma, vagy valami, tudod. Megpróbáljuk beönteni. Ja. Kicsit előre, kicsit hátra, minden oké van. Mondjuk ebből a 74.000 literből azért egy darabig elvesznek biztos. Ó, kirakás itt! Egyetek, egyetek! Tejet nyomjátok ezerre, oda nézzél! Megnézzük, hogy mi a szitu. Hát gyerekek, meg se látszik 50 marának, ez úgy látom. Ez te Isten! Szerintem egy 200.000 liter kell ezeknek, körülbelül, ugye? Ugye 72.000 liter majd, ezt a 200.000 liter beférne nekik. De viszont van nekik minden, 99%-on megy. Van trágya és iszap is, meg van tej is 318 liter, jó? Akkor ez így oké. Okay. Kéne nézni a faszállást is közben, meg a vetést kéne megnézni. Meg valamire kíváncsi vagyok. Nézzük már meg, mi az ott az úton, a bejáratnál, mi az a fekete. Oda nézzetek ez meg, hogy kaszál. Hallod? Így? Ez ilyen focipályát csinál szerintem, tudjátok, ilyen kockásra. Ez a nagy kupac fű meg, hogy mi, hogy keletkezett ide, azt se kérdezze meg senkitől. Na srácok, ugyanígy. Ezt megnézem, mi a franc ez. Mert hogy ezt nem én hoztam ide, az is biztos. Aszfalt! Dík! Hogy került ide? Aszfalt! Itt tiprom, baza. Hát beszarsz neki. Aszfalt van ide öndve. Hát miért van itt aszfalt? Ezt majd valamikor föl kell járni innen, azt eladni, vagy valamit. Ez csak izé útba van. Meg széttiprom ráadásul. Jó, oké. Okay. Mi a szitu? Már nem merem megnézni ezt. Ezt a csávót, ezt. Oda nézzetek, milyen szépen vett. Ez meg nagyon durva egyébként. Ez olyan jó csinálja. Jó, ott maradt egy kis csík. Ezeket ki kell a végén igazítani, nem olyan nagy gondám ez.
Tök jól csinálja. Bőven van hely, ott is egy kicsit vasútozni fog, de nem számít. Izére voltam még kíváncsi, hogy ez, na mit csinál már? Figyeljetek, ezt, amit kihagyott, ezt meg kéne csinálni, mert ezzel csak baj lesz szerintem. Ezt így. Az igen! Nyullott! Át kell rá váltani. Jó, gyerekek, megcsinálom, mert itt úgy látom, hogy nem lesz lószar se belőle. Aztán a rancsodrót megindítom. Jó nagy rendeket tudunk majd csinálni. Aztán igen, akkor utána össze tudom kapatni. Gyorsan megcsinálom, hadd menjen. Viszont a Big Bad meg az összes többit meg kell javítani, mert most megkezdenek leromlani. Viszont 8 millióba be fogunk menni 8 millió alá. Esélyes. Vagy pedig legyen ilyen izén kihívás, hogy akkor 8 millió alá semmiképp? Hogy legyen valami tét is? Vagy nem tudom. Hát mondjuk miért nem mennénk 8 millió alá? Marhákat akarok már egyébként még megcsinálni. Úgyhogy lehet, hogy be fogunk menni 8 millió alá. Vagy ne menjünk 8 millió alá? Legyen egy ilyen határ, hogy legyen egy tőkénk, egy ilyen vésztartalék. Mondjuk a 8 milla. Lehet ilyet csinálni. Az mi a f... Halljátok, így kiérek a földszélére, és így le kidob egy csomót. Ezelőtt is azért csinál. Láttad? Így kiesik belőlünk egy ilyen rohadlézé. Rohadli fű. De ilyen nagyon sok. Azt láttad te? Hogy a föld végén így mint hogyha begyüllem lett volna alánk. És az így kivágódik. Nem figyelted? Azért volt az. A föld végén így. És akkor így megemelkedünk, mert akkor a nagy kupac kiugrik belőlünk. De hogyan? Hova? Föltapad? Vagy mi? Vizes a fű? De a fűnyíróra azt így beleragad? Ezt nem hiszem el. És ezt kipróbálom. Itt is kivegyek, és akkor lesz egy ilyen... Itt is így kirepül belőlünk. Figyelj! Itt nem. Ez egy őrület. És végig megyek itt, azt nem, egyszerűen nem is értem, hogy hogyan lehet ez. Mellett ugye tartályunk nincs, így kiértem és egy PAM! Ugrott egyet a gép, mert kiesett belőlünk egy ilyen laza 30 ezer liternyi betapadt fű, vagy nem tudom mi ez. Mindjárt kíváncsi vagyok, ott kimegyünk. Hogy tényleg az lesz meg én, mert hát akkor mit csinálok azokkal egy kupac füvekkel? De akkor meg kéne forgatni őket legalább, nem? Ide átmegyek természetesen, hogy itt folytatódjon. De ugye, ezt nem értem. Na, figyelj, oda került az a nagy gettó nagy fű. Na figyelj! És ez itt megint meg fog történni, mert ez nagyon érdekes lesz. Az igen, ide is oda csapott egyet, de ide nem olyan nagyot. Na jó van, öcsém. De azok hatalmas kupacok. Viszont itt jó sok széna lesz. Meg majd ugye fű is kell. De azt szerintem egyébként szilás és ember bőven. Ránézek a szilásra, hogy mennyi van benne. Raktározási ügybe. 185 ezer szilás van. Ugye széna nincs be, meg szalma. Azért nem tud keverni. Jó, mindjárt megindítom a vagy a rencsodrót. Aztán akkor lesz valami. A rencsodró az marad valószínű azon, nem? Azon a gépen. Tudjátok, a Fiat Agrin. Jaj, Sanyika meg almodik. Nekezd. Halljátok ti ezt? Ilyenkor álmodnak. Azért akkor mindig egy óvatosan szoktam fölébreszteni, hogy nehogy izé legyen. Oda nézzük, oda csapott megint egy ilyen nagy kupac füvet. Hát ez őrítő. Nem értem, hogy mi... Tényleg nem értem, hogy mi a francért csinálják ezt. Hogy csinálja ezt az egész gépegység. Na. Nem a legszebben lett lekaszálva, de nem csak az én hibám. Hát forgatom itt, mert vannak itt ilyen forgatatlan füves részek. Na, ide is látod? Ide durrantott egy ilyen nagy kupacot. Kicsit szétteríti legalább így. Rendsodró bekapcsol.
Az a jó, hogy a nézzél, nem sokat kell vesződni a vetőgéppel. Meg az tényleg hülyeség, hogy veszek egy csomó vetőgépet, és megindítom őket, és állandóan rendezgetem őket. Az tényleg egy baromság, meg egy csomó kombányt, hanem azt kell csinálni, hogy akkor már addig más csinálsz, és akkor változatosabb is, meg mindenképpen jobb, ugye? Jó, elmegyek itt végig, és akkor a végét még lehúzom, mert ott egy csomó fű maradt. És a többit, ami legközelebb lesz fű, azt már bevisszük izébe, bevisszük munkásilóba. Ezt most összeszedem, és megy a keverőbe, a szalma mellettünk lévő is megy majd a keverőbe, és utána már akkor füvet kell bunkersilóba. Na. Egyébként ezután egy izékocsit is felakaszthatnék szerintem. Egy felszedőt, nem? Ez lehet, hogy egy jó... Oda né, figyelj! Ide csopta egy ekkorát. Jó. Figyelj, megforgatom az izét is. Okay. Érdekes, hogy nincsen TLT-nk, nincs is beködve. És itt megy a TLT, megy a TLT-nek a csöve, oda, ott van, érted? Ott van a kardánnak a izéje. A kapcsolódás, vagy sehol nem kapcsolódik, de azért forognak ezek az utcok. Jó, nincs semmi baj. Hát én figyelj, hiszek én neki a projektvezetőnek. Na, mi itt a helyzet? Oda nézve még mindig húzza. Itt ugye elképzelhető, hogy ide beakadhat, meg ide beakadhat. De ha szerencsénk van, akkor tök jól le fogja húzni. Az egyik helyre beakad, a másikra át kell rakni. Úgyhogy nem olyan rossz. Egyébként, hogy itt ezt lehúznám, meg ezt leszántanám, akkor sokkal egyszerűbb lenne, de nem is baj, hogyha nincs leszántva. Annyit csinálunk, hogy a fiatal grid megindítom, hogy legyen ez rendben, szó szerint. Meg nem is tudom, mit kéne közben csinálunk. A bánya, az ugye elég jó, sok mindent betermeltünk oda. Szóval egy pörgetésnyi, időpörgetésnyi biztos, hogy van ott annyi nyersanyag, ami elég lesz. Szóval attól nem félek. Mekkora ez a idő, mekkora ez a rendcsodróta, Jézus Isten. Gyerekek, beindítja a keeper. Ez az. Lesz itt fű bőven, mert ugye már a másodikat, vagyis szépen a másodikat csapom rá. És vágtuk rá, úgyhogy ez jó. Gyerekek, ez meg rendületlenül. Hallod? Rendületlenül. Jó. Annyi már van vedve. És már kezd dőni, mert ugye annyi időt elég. Csak félig van, várjátok, meg kéne javítanom. Ugye meg tudom javítani itt is, ezt mindenkinek így javaslom, hogy nézze meg, hogy javítás, látod, és akkor nem kell kivenni a munkából. Megnézed, nem kell, jó, nem kell javítani, nem kell javítani. Más szerintem nagyon nem kell javítani, csak ez kellett. Viszont akkor így most már 18-a fog újra menni. Jó. Nem, 16-20 csak, érdekes. Lehet, hogy, hát lehet, hogy, de hát arra meg nem írt javítás. Jó, van mindegy, hogy 18 vagy 16-a. Jó ez. Mondjuk egy kicsit fölfele is megyünk. Na, nincs semmi gond, nézzük meg a bányát is közben. Mert ott azért itt vannak dolgok, amiket lehet, hogy kellene intézni. Zsoltnak hál' Isten megjavult. 69 000 liter van, itt ez meg megy. Termeli ugye az aranyat, water 69 000 liter. Itt akkor annyit érdemes csinálni azért mindig, hogy így rányomkodsz ugye a töltésre, meg az ürítésre. Mi az, amit kellene csinálnunk még? Ugye kellene venni egy kaszálógépet, viszont ahhoz, hogy tudjál venni egy kaszát, kellene pénzt csinálnunk, úgyhogy lehet, hogy mégis eladom azt az árpát. Tyúkokat nem akarok nagyon tartani. Gyerekek, adjuk el azt az árpa mennyiséget. Már nézzük meg, hogy mennyibe fáj, és mennyit fogunk rajta nyerni, ugye? Ezek nem egy utolsó dolgok.
Árpa van 69 ezer. Hát akkor nyerünk rajt, baze. 69 ezeret. 70 ezer aranyat. 70 ezeret fogok nyerni rajt, ami eléggé sovánkás. Nekünk kellene egy nagy növényvédelem. Itt van egyébként ez a Big Bad. Igaz, hogy ez csak... Mennyi? Ott van. Hátsó csatoló. Tud hátsó csatolót, ami nem olyan rosszám. Kerékbáltás, keskeny gumik, széles gumik. Van olyan, hogy elősz, izé, normál, figyelek. És azon gondolkozok, hogy ez mennyire jó. 6200 liter, 25 km per órával. Ez 33 méter, ez 48 méter, hát akkor nem nagyon van miről beszélni, mi? Mindenképp ezt kéne megvenni, 500 ezerbe kerül, csak sajnos nekünk, akkor le fogunk menni, ami nem a legjobb. Úgyhogy nem tudom, hogy csináljuk-e azt. Viszont megmondom azt Frankot, hogy szerintem ez meg nem volt jó ötlet. Meg főleg nem az, hogyha egy darabot vettünk. Igen, mutatom, hogy mi. Egyébként ezt ki 100 ezer helyen lehet adni. Ezt a Hemp Factory-t én eladom a francba, gyerekek. Mert ugye volt benne egy kis ganyi, azt is, az is elment vele. Mert egyszerűen semmi értelmét nem láttam. Nem az, hogy most abból meg nagyon sok pénzünk lett, de ugye vizet sem hoztam be neki, nem sok értelme van. Egyébként pénzünk lesz ám, hogy belepörgetünk az időbe, hogy beérjen a termés. Itt van a ganyi, ami itt a földön volt. Mert akkor ugye lesz tejünk is, meg lesz... Mi, ahogy is hívjákunk is lesz? Lesz aranyunk is, amit el tudunk adni. Úgyhogy ezek jók lesznek. Ú, gyerekek, ez már a vetés. De mondjuk lehet, hogy azért még egy vető azért kellene, nem? Mert azért ennyi minden nem akarunk csinálni. De hát mondjuk miért ne? Nézzük meg a... Ilyenkor meg ugye. Kiürítés. Ez tök jó egyébként. Hogy ezt így tudod csinálni, és akkor így végtelen mennyiségű vizet egyálló helyet be tudod hordani nekik. Ilyen szinte be van lapulva a kerék, tök durva. Ez meg szerintem frankon működik. Ugye annyit érdemes, vagy annyit elég beordani, hogy mindig annyi legyen pluszba. Hogy mit csináljunk? Nekiálljunk erdészkedni? Írjátok meg, hogy ti mit szeretnétek látni, hogy nekiálljunk letermelni azt az erdőt. Mert azért figyeljetek, hogyha ez még itt hozzá lenne verve, földeg várja, ez, meg ez, meg ez, akkor azért az nagyon durva lenne, ugye? Mert akkor még itt ilyen hatalmas nagy részünk lenne. Itt folytatna, azna itt kihúznám, idáig, így, és akkor így... Tízes föld, nem tudom, nem-e veszélyes, nem-e hullunk bele oda valahova. Ugye ránézek, itt fel tudok menni? Aha. Hát igen, itt ez elég veszélyes, úgyhogy meg kéne csinálni szélét, mert ide belepotyog azt a mindenféle, az nem a legjobb. De figyelj, nem fogyok bele, ide se, itt se potyog bele, ugye? Akkor miért? Várjátok, mindjárt kitalálja ki, hogy lehet ezt megnézni normálisan. Ugye a homokvár nézetet vegyük elő. Ja, hát ez figyelj, ott folytatódna. Ha figyelj, itt nem potyog bele, akkor ott se potyog bele, és amiatt csinálja ezt szerintem, hogy itt kiadja, mert nem tud-e fordulni. De akkor annyit csinálnánk, hogy inkább húznánk ide egy annyi részt, hogy forduljon rendesen, és itt innentől ezt az egészet így egybe szántanánk egész a bánya ideig az útig. Itt elhúznám, itt mondjuk egyenesen kihúznánk, és akkor itt meg folytatnám azt a vonalat így egész eddig. Így van, hogy... és ott megáll. Hát ez böszme nagy még. Gyerekek, nem tudok kitávolítani annyira már, hogy lássam ezt az egész földet. Ja, hát ezt le kéne termelni. Lehet, hogy utána nézek, hogy valami durva erdőkitermelő gépek.
kell nekiállnánk, akkor szépen lecsapnánk. De ilyen tipikus, nem? Ilyen Kolumbiában van például, meg ilyen, ahol voltak annak ilyen őserdők, hogy minden területet elvesznek az erdőktől, és hasznosítanak, hogy minél nagyobb összegeket tudjanak a mezőgazdaságból hogy kigyerni. Nagyon brutál. Jaj! Túl sok shiftet nyomtam. Na jó, van, el is búcsúzok, srácok. Köszönöm szépen, annyit nyomkodtam a billentyűzetet, hogy nem lekresselt, csak így ledobott a tálcára. Na, jók legyetek, sziasztok!